Ez a biokomos szalag és a fatönkön olvasható felirat még egy évvel ezelőtt került ki az egyik pécsi utcába. A figyelmeztetés az óriás tőrös darazsak jelenléte miatt volt szükséges. Az akár 5 cm hosszúságú rovar idén ismét megfigyelhető a kertekben, parkokban, ahol a korhadó fák és a komposzt körül repked. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy bár méretüknél fogva félelmetesnek tűnhetnek, a lódarázssal ellentétben ezek nem agresszív állatok. Ok nélkül nem támadnak, és odafigyeléssel egyszerűen megkülönböztethető más fajoktól. Tőrös darazsat onnan lehet felismerni, hogy a potrohán 4 sárga folt van, szemben a lódarázssal, aminek a potroha jellegzetes darázs mintázatot mutat, tehát a torr felé közeledve fekete lesz. Fontos megjegyezni, hogy a tőrös darazsak védettek, eszmei értékük 50 ezer forint, és nem is szabad elpusztítani őket. Ilyenkor van a nász időszakuk, éppen ezért láthatjuk nagyobbra jobbra verődve őket, de amint véget ér ez az időszak, a rajok maguktól eltűnnek. Az alapvetően magányosan élő faj ebben az időszakban fatoskók környezetében található meg, ahol nagyobb rajba verődve repülnek. Nősténye sárga fejű, a hím pedig fekete fejéről ismerhető fel. Ezen időszakban a nőstények petéiket lemezes csápú bogarak lárváira rakják, amelyekből a kikelő darázslárvák táplálkozni tudnak. A tőrös darazsak parazitoidok, szaporodásukhoz, a peterakáshoz nagyobb termetű rovarok lárváira van szükségük. A tőrös darazsak ezért nélkülözhetetlen elemei a kiskertek, parkok, ültetvények vegyszermentes rovarok elleni védelmének.